Benzines fűkaszával estek neki a térdig érő gaznak a szekszárdi városvédők ennél a Babits Mihály utcai buszmegállónál. Ez közterület, így az önkormányzatnak kellene rendben tartania a környékét, ez mégsem történt meg. Ezért vették maguk kézbe a kaszálást a városvédők kedden délelőtt. Rengeteg lakos jelezte felénk, hogy a zöld felületeket nem nyírják. Egyébként ez egy hibás önkormányzati rendeletnek is az oka, de eddig az ezt megelőző városvezetés mindig lenyírta a füvet. Szekszárdon a köztisztasági rendelet szabályozza, hogy a házak előtt lehetőleg a tulajdonosoknak kell nyírniuk a füvet. Szabó Balázs szerint viszont erre sokan képtelenek, például a koruknál vagy az egészségügyi állapotuknál fogva, ezért korábban ezt a munkát elvégezte az önkormányzat. Az ilyen szekszárd frakció idén 3 főt áthelyezett a város zöld brigádjától a helyi vagyonkezelő KFT-hez. Szabó Balázs szerint azóta akadozik a közterületek rendben tartása a városban. Az előző városvezetés ezt a problémát nagyvonalúan megoldotta. Jelen pillanatban a felsővárosiak magukra vannak hagyva, úgy érzik. Ezért hát ugye tudjuk, hogy csak ez egy gyakorlatilag egy tűzoltás, hogy így fogalmazzak, amit jelen pillanatban teszünk, de azt gondoljunk, hogy meg kell változtatni ezt az önkormányzati rendeletet. A mostani kaszálásban Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a Fidesz önkormányzati képviselője is részt vett. Ő azt mondja, hogy amióta az ilyen szekszárd frakció elbocsátásukba kezdett az önkormányzatnál, egyszerűen ellehetetlenült a rendes feladatellátás, ezért könnyen előfordulhat, hogy a helyieknek összefogással kell majd a közterületeket rendben tartaniuk. Kapacitás hiányában is ugye a város egyre kevesebb kapacitással rendelkezik a területek rendbetételét illetően is, illetve ne ragadjunk meg ott, hogy ez a szomszédom területe, vagy a város területe, hanem lehet, hogy a szomszédomnak is jól fog esni, hogyha amikor én lenyírom a füvet, akkor esetleg az övét is kiegészítem. A gazdasodó közterületekkel kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az ilyen szekszárd frakció vezetőjét. Kíváncsiak lettünk volna, hogy mekkora létszámmal és milyen ütemterv szerint dolgoznak a kaszáláson az önkormányzat munkatársai, valamint arra is, hogy terveznek-e embereket felvenni a feladat hatékonyabb ellátása érdekében. Adásunkig azonban nem kaptunk választ.